Az aktuális második helyezett fogadta az elsőt, így nem számíthattak könnyű meccsre a nyíregyháziak, míg akkor sem, ha hazai pályán magabiztosan győzték le a Szolnokot. Az első negyed igazolta is a várakozásokat, 10 perc játék után 30-21-re vezetett a házigazda. A folytatásban feljavult a Nyíkse védekezése, így a nagyszünetre már 3 pontos vendégvezetésnél vonulhattak le a játékosok. A harmadik negyed szoros volt, így a záró játékrész előtt még teljesen nyílt volt a mérkőzés. A hajrában aztán egy 8-0-ás rohamot produkált Kovács Tibor együttese, és ezzel el is dőlt a találkozó, a nyíregyháziak 10. bajnoki győzelmüknek örülhettek. Számítottunk arra, hogy szoros lesz és nehéz mérkőzés. Eleve az, hogy az NB1-es csapat közvetlen utánpótlását jelentik. Többen azért már a felnőttekkel is edzenek. Nagyon sok mérkőzés van a hátuk mögött. Tapasztalt játékosok, ügyesek, felkészültek, képzettek. Tudtuk, hogy csak teljes koncentrációval tudunk nyerni. Ez be is bizonyosodott a mérkőzés első negyedében, ahol ők ezzel a lendületes, kidolgozott támadójátékkal 30 pont dobtak nekünk, ami el is árulja azt, hogy igazán oda kellett figyelnünk a továbbiakban, elsősorban a védekezésben, amit sikerült is megvalósítani. Az NB2 keleti csoportjának tabelláját a Sunshine Nyíkse vezeti 10 győzelemmel 100%-os teljesítménnyel, megelőzve a 7-3-as mutatóval rendelkező Békési SSK 23-as gárdáját. A harmadik Békés Csaba 6-3-mal, a negyedik Szolnok 7-4-el áll a táblázaton. Az ötödik Deac Campus Fesztivál 5 győzelem mellett 2-szer szenvedett vereséget. A nyíregyháziak pénteken a békésiek ellen lépnek pályára. A békési csapat most az utóbbi mérkőzéseket tekintve inkább az élvonalhoz tartozik, mert az előbb említett két csapatot, a Deac Campus Fesztivált, illetve a Békés Csabát is megverte. Csapatuk egy jó része NB1B-ben játszik, mivel a szabályok lehetővé teszik ezt a kettős játékengedélyt, és nagyon sok percet töltenek el NB1B-ben is. Ponterősek, meghatározó irányító játékkal. Hát most az következik, hogy az első játszik a második ellen, de az eddigi teljesítmény alapján, ha koncentráltatunk játszani a védekezésben, legalább az előző mérkőzés második negyede után nyújtott teljesítményt tudjuk nyújtani, akkor én azt gondolom, hogy mi vagyunk a mérkőzés esélyesei. A Sunshine Nyíkse Békési SSK zárt kapus mérkőzés pénteken 19 órakor kezdődik a Bánki csarnokában.